Üdvözletünk! Ritken tettünk egy kis összefoglalót a 2013-as VGX diátadóról, mivel hatalmas banzáj szokott lenni és számos bejelentésre vagy új információra is sor szokott kerülni a Spike TV rendezvényén. Ezúttal azonban kicsit langyos lett a show, stúdiós adást láthattunk interjúkkal, bejátszásokkal, különösebb közönség nélkül, szép díszletek és bútorok között, nulla show elemmel és buli hangulattal. A két műsorvezető Jeff Keely és John McHale volt, de utóbbi számomra igencsak unszimpatikusnak bizonyult, idegesítően vicceskedő, arcoskodó, szándékosan hülyeségeket kérdező stílusával. Folyamatosan adagolták a világpremiereket, közben osztogatták a díjakat is, valamint lehetőségünk volt szavazni, hogy mi legyen a következő bemutató a 3 órás műsor alatt, ami tartalmazott egy félórás Grand Theft Auto 5-ös soundtrack koncertet is. Ennyi lett volna röviden tömören az új néven futó VGA, lássuk, milyen játékok voltak jelen a 2013-as VGX-en. Elsőként egy érdekes együttműködésről rántották le a leplet, ugyanis érkezik a Telltale Games és a Gearbox Software közös gyermeke, a Tales from the Borderlands. A játékból csak néhány másodpercet láthattunk, de a szokásos színvonalat fogja hozni, ráadásul mind a Borderlands, mind pedig Pandora világa ötletekben gazdag terep, és biztosak vagyunk benne, hogy izgalmakban, valamint humorban gazdag epizódikus Borderlands-es kalandjátékot fognak nekünk készíteni 2014-ben. You want every part of this insanity. Bemutatkozott az újra csinosított, átszabott, plasztikai sebészek által újraalkotott Lara is, de hát ki ne szeretné polírozgatni Croft kisasszonyt vagy a megszólaltatóját Camilla Ledingtont? Elnézést, elkalandoztam, elvégre csak a Next Gen Tomb Raider-t mutatták be nekünk, a Definitive Edition-t, amit totálisan átgyúrtak az új körülményekre, megtoldották még több poligonnal, fizikával és effektekkel. Lesz már Full HD felbontás, részletesebb textúrák, gyönyörű karakterek és lobogó hajkorona is Stress FX-el. Next Gen konzolokra érkezik digitális képregénnyel, DLC-kkel január 28-án. Reggie Fils-Aimé, az amerikai Nintendo fő-fő atya-gatya úristene hozott egy kooperatív live-os demót a Wii-s Donkey Kong Country Tropical Freeze-ből, ami február 21-én érkezik, és még Cranky Kong is játszható lesz benne. Ez minden, amivel a Nintendo elő tudott rukkolni? Hát nagy baj van a kiotóiaknál, megállt a kreatív részleg, egyelőre csak nyúzzák a bőröket, és csodálkoznak, hogy nem viszik a Wii U-t. Hey, I'm Sam Lake, Creative Director at Remedy. I'm here to give you a crash course. Sam Lake is world premierezett a Quantum Break-kel, végre kicsit többet is megtudhattunk a játék történetéről, és láthattunk néhány részletet is. Egy rosszul elsült időutazásos kísérlet után az idő normális haladása felborul. Jack Joyce, Bette Ryder, valamint Paul Sorin is ott voltak a kísérletnél, és különleges képességgel ruházódtak fel. Paul azonban rossz oldalra áll, és hőseinek az ő megfékezése lesz a feladatuk, az idő manipulációt segítségül hívva. A Quantum Break kőkemény akcióval, lenyűgöző filmszerű jelenetekkel, félelmetesen részletes és életű karakterekkel, dinamikus fedezékrendszerrel és természetesen az idővel való játszadozással igyekszik majd lenyűgözni minket, megbolondítva az egészet egy kis LMB-kes atmoszférával. Gyanús nekem, hogy a Remedy ezúttal is egy ütős exkluzív címmel fogja megajándékozni a Microsoftot. Hoppácska, kiderül közben, hogy a Remedy nem is csak a Quantum Break-en dolgozik, van egy kisebb projektjük is, egy iOS akciostratégia, az Agent Storm. Ez egy egyszerűbb Tower Defense-szerű játék lesz, védelem építésével és támadással. But being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Cartman is kapott lehetőséget egy pár perces world premierre, és ezt maximálisan ki is használta, mivel oktatást tartott egy mágikus támadást illetően, majd a gyakorlatban is kipróbálták egy szerencsétlen áldozaton a tenyérbe eresztett forró ánusz leellett sokkoló és kábító hatását. A Bungie Halo variánsa a Destiny világpremiere baromi meggyőző volt. Egy zenés montást kaptunk instant gameplay és zúzós akciójelenetekkel, járművekkel, hatalmas monstrumokkal. 2014. szeptember 9-én érkezik a Sony és a Microsoft jelenlegi, valamint előző generációs konzoljaira, de már nyáron bétázhatunk PlayStation-ön.
It's a lifeboat, an escape pod. Tim Schafer is emelte fényével a VGX-et és hozott nekünk egy kis gameplayt a Broken Age-ből. Gyönyörű kézzel rajzott világban kalandozhatunk majd izgalmas cselekmény és kihívásokkal kecsegtető fejtörők társaságában. A karaktereket ismert színészek szólaltatják meg, mint Jack Black, és a világ premieres nagy meglepetést egy szinkronmunkás így készült videóba ágyazva prezentálták, ugyanis a főszereplőt Elijah Wood szólaltatja majd meg. The Snowdrop engine was specially developed to create the deep and vast universe of Tom Clancy's The Division. A Massive Entertainment és a Ubisoft játéka a már elhunyt Tom Clancy neve alatt fog érkezni, és a The Division-t hajtó igazi next-gen motort, a Snowdrop Engine-t prezentálták nekünk. Eddig is meggyőző volt a The Division, de így áttekintve a képességeit kegyetlenül lenyűgözi az embert. Gyönyörű napszakváltozást kapunk, volumetrikus, realisztikus bevilágítással, fényefektekkel, de a dinamikusan változó anyagminták is ütősek, ahogy napközben finoman olvad a hó, míg a hőmérséklet csökkenésével láthatóan elindul a jegesedés. A pletykált Telltale-féle trónokharca játék is feltűnt végül, igaz, semmi komolyat nem kaptunk belőle, csak egy morzsányi előzetest, hogy készülőben van. A Telltale stílusában formálódó játék az HBO sorozatát veszi alapul, és a durva csatákat sem kell majd nélkülöznünk. Újdonságként real-time felvételekkel érkezett a No Man's Sky, ami a Joe Dangerous Hello Games maroknyi csapatának legújabb indie alkotása. Egy szabadon bejárható univerzumhoz lehet majd szerencsénk űrcsatákkal, látványos bolygófelszínekkel, különleges világokkal, élő víz alatti faunával, kicsit Star Wars-os beütéssel. Amolyan disztópikus, posztapokaliptikus science fiction egyvelegez MMO-s tulajdonságokkal. Kifejezetten érdekesnek tűnik. A folytatásban a Techland elhozta 1080p-ben a PlayStation 4-en futó Dying Light-ot, és bizony eszméletlen zombi apokalipszis hangulata van. Sokkal pörgősebb, mint a Dead Island, kihasználhatjuk a környezet adta lehetőségeket, felszaladhatunk parkűrözve akár még a zombik fején is az épületekre, ráadásul pedig még egy X-ray effektet is kapunk a támadásunk nyomán okozott sérülések nyomon követésére. Hatalmas belátható részletgazdag játszóterünk lesz, és a motor gond nélkül jelenít meg akár több száz zombit is egyszerre. A Thief is kapott egy story trailer világpremiért, azonban ezzel kapcsolatosan nincs sok mondanivalónk, ígéretesnek tűnik, bár az utóbbi időben végbe ment variálások, mint az XP rendszer és a QTE jelenetek szanálása kicsit aggodalommal töltheti el a rajongókat, de Garrett legújabb sunyulása mindenképpen ígéretesnek tűnik. Egyébként a show kezdete előtt vetítettek egy kis stúdiólátogatást is. Made of the claws of dead men. The raids drove everyone to the shore. A Witcher 3 kicsit szégyenlős volt, nem nagyon akarta mutogatni magát, de amit villantottak a Multi-Region Open World és a Dynamic Tactic Combat feliratok között, az valóban kegyetlenül next-gen élmény volt. Ha csak pár másodpercig is, de tátva maradt a szám a környezetet látva, a CD Projekt Red rendesen odateszi magát ezúttal is. A Witcher 3 2014-ben érkezik PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra. Today at Hammond Robotics, we're building a new generation of machines. From the earliest days of robotics. Vince Zampella-ék természetesen nem más mutogattak, mint a Titanfall-t. Megismerkedtettünk a Hammond Robotics egyik fenevadával, az Ogre-rel. Ízelítőt kaptunk a dög tulajdonságaiból, képességeiből, fegyverzetéből, és kíváncsian várjuk, mennyire lesz kiegyensúlyozott a harc, ha valaki lehív egy ekkora monstrumot. Legkésőbb 2014. március 11-én megtudjuk. A show zárásaként egyébként még egy Strider Titan bemutatót is megnézhettünk a fürge fenevadról, ahogy a rakétákat kerülgette és ezerrel aprított. Dash 4 activated. Target acquired. Enemy pilot closing fast. Watch it. Got him.
Végül pedig ez sem szól a díjazottakról is, ugyanis a műsor alatt folyamatosan adták át a 2013-ban megjelent videójátékoknak a különböző díjakat. A teljesség igénye nélkül a legjobb akciókalandjátéknak az Assassin's Creed 4 Black Flag-et, a legjobb sportjátéknak az NBA 2K14-t, a legjobb shooternek a Bioshock Infinite-et, a legjobb RPG-nek a Ni No Kuni Wrath of the White Witch-et, a legjobb versenyjátéknak a Forza Motorsport 5-öt, a legjobb verekedős játéknak pedig az Injustice Gods Among Us-t választották, és természetesen a Grand Theft Auto lett az évjátéka. Ezzel pedig műsorunk végére értünk, talán jövőre is be tudunk majd számolni a VGX díjátadóján történtekről, de addig is már dolgozunk a saját listáinkon, szóval hamarosan hozzuk a Game TV évjátékai kategóriákat. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!